Az első gazdaságvédelmi akciótervet a múlt hét szerdán már bejelentettem. Ezeket kiegészítettük a mai napon további döntésekkel. Hat további döntést hoztunk. Először a taxisok után további 81.480 kisvállalkozónak adunk június 30-ig adómentességet a kata általány adófizetési kötelezettség alól a fodrászat, a szépségápolás, festés, üvegezés, villanyszerelés, egyéb humán egészségügyi ellátás, előadóművészet, víz, gázfűtés, szerelés, az épület asztalosság, a járóbetegellátás, a padló és falburkolás, a testedzési szolgáltatás és egyéb sporttevékenység, az idősek, fogyatékosok ellátása mind ebbe a körbe kerül. Ennek részleteit, a pontos felsorolást pedig egy ma este megjelenő rendelet tartalmazza majd. Másodszor, a március 1 előtt keletkezett kata adótartozásokra haladékot adunk, ezeket elegendő lesz a veszélyhelyzet lejárta utáni negyed évben befizetni. Harmadszor, a turizmushoz és a vendéglátáshoz hasonlóan mentességet kapnak a magyarországi média szolgáltatók a kieső reklámbevételek miatt. Negyedszer, a végrehajtó kamarával egyeztetve a kilakoltatásokat és a lefoglalásokat fölfüggesztjük. Ötödször. Az adó végrehajtásokat is fölfüggesztjük. A fennálló adótartozásokat elég lesz a veszélyhelyzet lejártát követően befizetni. És végül hatodszor, mert a gazdaságvédelem egyben mindig családvédelem is a mi politikánkban, a veszélyhelyzet alatt lejáró gyes, gyet, gyed jogosultságokat meghosszabbítjuk, az édesanyákat jelenlegi státuszukban tartjuk a vészhelyzet, a veszélyhelyzet idejére.